A válogatott Európa bajnak is elejtezője miatt két hetes szünet volt az NB2-ben. A kisvárdai csapat számára nem jött rosszul a pihenő, mert mint Révész Attila szakmai igazgató elmondta, az augusztusi hétmegy és a sok utazás miatt fáradtak voltak a játékosok, valamint így a sérültek is időt kaptak a regenerálódásra. Ezen a héten már előtérbe került a taktikai elemek gyakorlása, valamint a frissítés. Az átigazolási időszak végén három új játékos került Kisvárdára, Hely Viktor és Toma érkezett, az U 20 as világbajnoki bronzérmes középpályás Gosszonyi András pedig legutóbb a lengyel Sraszvoszlávnál szerepelt. Megpróbáltunk posztra igazolni azokra a posztokra, ahol nagyobb terhelésnek vannak kitéve a srácok. Középpályán, illetve a védelembe talán a szélen is bevethető két ukránából származó kárpátai magyar srác, a Helyi Viktor és Atoma György akik a fiatal kategóriába is tartoznak, tehát a 96-os kötelező szabálynak meg tudnak felelni, és tudnak játszani is, nem csak azért, mert 96-osak. A Gostony Andis pedig már egy jó ideje a célkeresztünkben volt, folyamatosan tartottuk vele a kapcsolatot, őnek egy olyan posztot kell majd most kitölteni, illetve segíteni, amely az utóbbi időben nem volt jó megoldva. A tabellán 5. helyen álló Kisvárda vasárnap az újonc jelenleg 16. helyezve Szeol otthonában lép A szakmai igazgató nehéz mérkőzése számít a Roppant szervezetten futboloznak, és a hazai pályuk nem tökéletes. A szegedi pálya azért nem egy biliárasza, korábban is volt már vele itt probléma. Nekünk ugye az ott sikerült hál' is ennek megnyernünk annak idején, de tudjuk, hogy nem a legtökéletesebb ezért. Illetve azért, hogy a szegednek a harcmodora, az egy nagyon agresszív, három belső védővel szerepelnek, túlzottan megszállják a kapujak előterét, hasonlóan, mint itt a Békés Csaba. Ezért nagyon nézőket föltörni, türelemmel kell játszanunk, én azt gondolom, hogy ennek ellenére nekünk mindenképpen a győzelemre kell majd hajtanunk, meg is fogjuk ezt természetesen tenni. A nyolcadik forduló további párosítása a következő, Dorok Kozár Misleny, Nyíregyháza Spartakus Urasics Akadémia, Moson Balmazújváros, Vác Soroksár, Békés Csaba Sopron, Cigánt Puskás Akadémia, Csákvár Szolnok, Siófok Szegléd és Zalegerszeg Budajos.